Énekkel köszöntötték a sok-sok ajándékkal érkező Mikulást a gyerekek a Kassai utcai óvodában. Nagy utat tett meg a lovaskocsiján, és természetesen nem feledkezett meg egyik intézmény gyerkőceiről sem. Mikulás bácsi, képzeljétek el, ma reggel bekopogtatott a Városháza nagy kapuján. Kiléptünk, és azt kérdezte, jó gyerekek laknak itt Makó városában? Mondom, itt csak jó gyerekek laknak. Csintalankodnak? Rosszalkodnak? Mondom, itt egy gyerek se rosszalkodik. Igazat mondtam? Jó gyerekek vannak? Hát a Mikulás bácsi azt mondta, hogy akkor bizony ajándékot kell, hogy adjon az óvodásoknak. Az óvodások az évnek ebben az időszakában különösen lelkesek, mondta el televízióknak Bányai Anita intézményvezető. Nagyon szeretik a karácsonyra készülődést. Földíszítettük minden óvodai épületünk karácsonyi pompába. Ma ugye a Mikulást várják a gyerekek, de innentől kezdve ugye készülünk folyamatosan a karácsonyra. Mindent a szeretet hatát és a boldogság és az öröm ebbe az időszakba. A gyerekek versekkel, dalokkal készültek a Mikulásra, és karácsonykor pedig mi kis meglepetés műsorral szoktunk nekik kedveskedni. A Mikulás örömmel tájékozódott arról is, hogy a makói gyerekek milyen sokat segítenek otthon a szüleiknek. Megígérte nekik azt is, ha jövőre is jók lesznek, akkor legközelebb is eljön hozzájuk.